Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Népszerű a katonai pálya. Rekordszámú önkéntes tartalékos kezdte meg az alapkiképzést Békéscsabán. Megkezdődött a nevezés. Idén is keresik a Gyulai Pálinka Fesztivál legjobb pálinkáit és párlatait. Felújítás a Csabai úton. Veres András az ittenit a város legrosszabb járdaszakaszának nevezte. A román költőre emlékeztek. Mihály Eminescu alakját idézték fel hétfő délután. Hamis áru Gyulánál. Megbukott a pénzügyőri ellenőrzésen egy bolgár kamion. Rekordszámú, közel 100 önkéntes tartalékos kezdte meg az alapkiképzést hétfőn Békéscsabán. A 8 hét során új típusú gépkarabéllyal ismerkednek meg, emellett az úgynevezett digitális katonai felszereléssel is ellátják az állományt. Ez a nap híre. 90 önkéntes tartalékos kezdte meg 8 hetes alapkiképzését Békéscsabán az AB Expo területén. A Dél-Dunántúl, valamint a kelet-magyarországi régió összes kiképzésre kijelölt tartalékosa vesz részt a felkészítésen. Egyedülálló alkalom, hogy ekkora létszámban, egy képzésen összesen közel 100-an vonultak be. Mézes Hajnalka gyermekkora óta szeretne a honvédség kötelékébe lépni, a testvére is katona. Szeretnék majd menni a tiszti főiskolára vagy tiszti egyetemre, utána meg egzisztenciát szeretnék teremteni, aztán majd alakulnak a dolgok. Szilvási Martin katona családból származik, nagyapja és édesapja is katona volt. Így számára nem volt kérdés, hogy jelentkezzen. Szeretnék a katonaságon belül sok lehetőséget kihasználni, amit nyújt. Szeretnék előrelépni, fejlődni, és természetesen szolgálni hazát. A programban résztvevő kiképzését a Magyar Honvédség 4. területvédelmi ezred 101-es területvédelmi zászlóalj kiképző állománya hajtja végre. A 8-7-es alapkiképzés kezdetnek egy kultúrsokkal indul valójában, hiszen ezek a fiatalok beérkeznek egy olyan közegbe, ami számukra teljesen idegen. Meg kell tanulniuk egyenruhát viselni, sorba állni, bakancsot befűzni, ez az első egy, legfőjebb kettő napnak a feladata. Ezen időszak alatt azért a lelki dolgokkal is foglalkozik a Magyar Honvédség, hiszen a tábori lelkészi szolgálat is egy előadást fog majd tartani a fiataloknak, és egyáltalán nem tudok jobb fogalmat találni, átestek ezen a kultúrsokkon. Amikor a kultúrsokkon átestek, onnantól kezdődik az ő drillírozásuk, onnantól kezdődik a kiképzésük, kezdetben tantermi foglalkozásokkal, majd egyre bonyolultabb, egyre nehezebb feladatokkal, terepgyakorlatokkal, lövészeti feladatokkal színesítjük a katonáinknak az életét. Az önkéntes tartalékosok új képzési rendszerben vesznek részt, új típusú gépkarabéllyal ismerkednek meg. Emellett az úgynevezett digitális katonai felszereléssel is ellátják az állományt. Lipták József kiemelte, az elkövetkezendő 8 hét alatt a környéken a katonai aktivitás növekedésére kell készülni. Idén is keresik a Pálinka Fesztivál legjobb pálinkáit és párlatait. Elindult a nevezés, a bírálatot követően 7 kategóriában osztják majd ki a díjakat. Ebben az évben is megrendezésre kerül a Brillante 2024 nemzetközi pálinka és párlatverseny a Gyulai Pálinka Fesztivál kísérő rendezvényeként. Elindult a nevezés a Brillante 2024 nemzetközi pálinka és párlatversenyre. A program célja évről évre változatlan, a pálinka mint hungarikum, valamint a kultúrát pálinka fogyasztás népszerűsítése. Emellett a minőségi pálinkát főző kereskedelmi főzdék, a bérfőzetők és a magánfőzők munkájának szakmai elismerése. A versenyre határainkon túlról is lehet nevezni. Online nevezés történik az idei évben is. Természetesen amennyiben bárkinek szüksége van a nevezéssel kapcsolatosan, úgy várjuk az irodánkban, szervező irodánkban Békéscsabán a kedves nevezőket, és ott minden segítséget megadnak a kollégáink, hogy sikeresen és jól benevezzék a tételeket. Kereskedelmi kategóriában 3x 0,35 litert, vagy 2x fél litert mintát kell beadni a versenyre, míg a magánfőzőknek és a bérfőzetőknek 1x 0,35 litert kell beszolgáltatni.
A minták beküldésének határideje március 28-a 18 óra. Az idei esztendőben is könnyebbséget jelenthet számos nevezőnek, hogy a mintákat az ország két helyszínén is le lehet adni. Személyesen elsősorban, ugye mindig ez a biztonságosabb módja a mintaleadásnak, hiszen üvegekben küldik be a párlatokat és a pálinkákat a nevezők, ezt a szervezőirodánkban tehetik meg, illetve új helyszínként az idei évben Tatabánya városát jelöltük meg, így igazából már Dunán innen, Dunán túl úgymond meg lehet tenni a nevezést, és természetesen futárszolgálattal is el lehet küldeni a mintákat, hiszen gyakorlatilag az ország összes pontjáról érkeznek nevezések, így még mindig nagyon sokan választják ezt a nevezési formát. A versenyre beérkező párlatokat április 5-e és 6-a között szakértő zsűri bírálja. Ők a mintákat 100 pontos rendszerben értékelik, illetve szöveges értékelést alkotnak a termékről. Az eredményhirdetés május 18-án lesz. A város egyik legrosszabb járdaszakaszának nevezte a Csabai útit Veres András. Az önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben a legkritikusabb részeket újítatta fel. Szokásához híven nem kertelt a hétfő délutáni sajtótájékoztatón Veres András, aki a Csabai úti járda állapotáról beszélt. A körzet önkormányzati képviselője most egy olyan szakasz felújításáról számolt be, mely kritikus állapotú volt. Ez a Csabai úti járda, ez szerintem híresen Gyula egyik legrosszabb minőségű járdája. Szerintem nem mondok nagyot, azt mondom, hogy 20 éve. Akkor a 90-es években egy nagyon gyors kivitelezéssel egy nagyon rosszul sikerült aszfaltburkolatú járda jött itt létre. A Csabai úton végigmenve egy pár évvel ezelőtt egy igazi kalantúra volt itt a járdát, aki használta. Nyilván az itt lakók legnagyobb számban, de akár a postások is mindenki úgy nyilatkozott, hogy ilyen rossz járda Gyulán nincs. A Csabai úton még a tavalyi év végén két szakaszt korszerűsítettek. A Balassa és a Tinódi utca közötti 115 méteren elbontották a régi, elhasznált járófelületet, és új betonburkolatot építettek 4.335.000 forintból. A Tinódi és az Ilosvai utca között 114 méter hosszban végeztek munkálatokat, átlagosan 1,2 méter szélességben. Itt 3.892.000 forintba került a beruházás. A képviselő elmondta, a munkálatokat élénk érdeklődés övezte. Ezt évekkel ezelőtt elkezdtük felújítani, nagyon sokan megkérdezték, hogy miért a túlsó végén, miért a Csaba felüli végén kezdtük a járdának a felújítását. Gyakorlatilag ott volt a legrosszabb minőségű, a legrosszabb, sőt használhatatlan, elbillent, kifordult a járda. Ott kezdtük a felújítását, és most eljutottunk, hál' Istennek, már ide az Ilosvai utcáig. Van még egy nagy szakasz, bízunk benne, hogy a közeljövőben, egy-két éven belül a Gyep utcáig mindenhol egy új betonburkolatú, szilárd útburkolatú és stabil járdát tudunk kialakítani. A környék legnagyobb beruházását a tavalyi év végén adták át. A Rosu utca 1 milliárdos korszerűsítése jelentősen javította a déli ipari park megközelítését, és a lekanyarodásnál a Csabai úton is előrelépést hozott. Hétfő délután a román költő Mihály Eminescu születésének 174. évfordulója alkalmából tartottak koszorúzást. A költő születésnapja január 15-e, egyben a román kultúra napja is. Mihály Eminescu a legismertebb román költők egyike, nevét Gyulán utca is őrzi. Születésének 174. évfordulója alkalmából tartottak hétfőn koszorúzást a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata épületén elhelyezett emléktáblánál. Kozma György elnök kiemelte, a tavaly felavatott tábla lehetőséget ad mindenki számára, hogy kifejezhesse tiszteletét Mihály Eminescu előtt. Eminescu-ról tudni kell, hogy ő nem csak Romániában volt nagyon híres költő, hanem európai, illetve világszintű költőről beszélünk, és a másik indítatása az volt ennek a táblának, hogy mégis az, hogy nemzeteket összehozzon, a jó barátságot, és mi lehetne ennél jobb, mint a kultúra, az irodalom.
És így tettünk tavaly, január 15-én, amikor is a költőnek a születésnapját ünnepeljük. Romániában 2010-ben a Nemzeti Kultúra Napjává nyilvánították január 15-ét Eminescu tiszteletére, mondta Kozma György. Gyulán is ünnepi programokkal készültek az eseményre. Gyula is, mint település, azért úgy gondolom, hogy lépten nyomon jelen van a kultúra. Nagyon sok költőnek, írónak van szobra, nem csak ugye magyar, illetve gyulai kötődésűeknek, hanem világszintűeknek is. És úgy gondolom, hogy így a Mihály Eminescu költőnek az emlékhelye is nagyon jól beleilleszkedik a város kulturális színfoltjába. A programon résztvevők az esemény zárásaként elhelyezték a megemlékezés koszorúit Mihály Eminescu emléke előtt tisztelegve. Megbukott a pénzügyőri ellenőrzésen az a bolgárkamion, melyet Gyulánál állítottak meg. A Gyulánát Németországba tartó, különféle színekben pompázó, igényesen csomagolt cipők felkeltették a pénzügyőrök figyelmét. Az árut a termékek jogosulti képviselői is megnézték, melyekről a rendkívüli hasonlóság ellenére gyorsan tisztázódott, hogy a lábbelik egytől egyik hamisítványok, melyeket a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba. A járőrök a 2052 pár, mintegy 26 millió forint vagyoni hátrányt okozó árukészletet lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak. A NAV kiemelt feladata, hogy kiszűrje a hamis termékeket a piacról, mert azok nem csak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot jelentenek. A hamis ruházati termékek vagy lábbelik esetében előfordul, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel kapcsolatba, melyek akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. Újévi polgármesteri fogadást tartottak a Városházán. Rövid hírek következnek. Sorra vette a tavalyi év gyulai fejlesztéseit az újévi fogadáson Görgényi Ernő. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetően 4 milliárd 400 millió forint összegű közcélú beruházást valósított meg 2023-ban. Ezen felül a Gyulai Várfürdő állami pályázati támogatásból 1 milliárd forintos fejlesztést kezdett el. Az évértékelőn elhangzott, Gyulán a helyi gazdaság elképzelhetetlen turizmus nélkül, a gyulai turizmus pedig elképzelhetetlen a műemléképületek nélkül. Az egykori alispáni lak új funkciót kapott, játszóház várja ott a gyerekeket. A polgármester hangsúlyozta, a 100 éves Reinhardt cukrászda a város egyik legismertebb és legnépszerűbb turisztikai attrakciója, ezért volt elengedhetetlen a mellette lévő ladicsházzal együtt a felújítás és korszerűsítés. Görgényi Ernő kiemelte, 2010-ben azt mondta, hogy a gyulai turizmus mellett az ipart is fejleszteni kell. Ezügyben is nagyot léptek előre 2023-ban. A legnagyobb áttörést az Airbus alkatrészgyárának megépítése jelentette. Görgényi Ernő kiemelte, 2023-ban tovább nőtt a város turizmusának teljesítménye. Nőtt a vendégészakák száma 2022-es évhez képest is. A tavalyi 600 ezer vendégészaka több, mint a pandémia előtti utolsó éves, az addigi csúcsnak számító 2019-es adat. 2010-ben pedig még csupán 276 ezer vendégészakát töltöttek Gyulán a turisták, azaz kevesebb, mint a felét a tavainak. A polgármester beszédében hangsúlyozta, első Ferenc király kétnapos látogatást tett Gyulán 1807-ben. Az új és legújabb kori krónikák ezen kívül csak egy olyan államfői látogatást jegyeztek fel, amikor az államfő itt is szállt meg. Görgényi Ernő kiemelte, az idén 9. alkalommal tartunk Magyarországon általános önkormányzati választást. A polgármester úgy fogalmazott, ő is a csapata készen áll a megmérettetésre, és készen áll arra is, hogyha a gyulai választók többsége negyedjére is bizalmat szavaz nekik, akkor tovább folytassák a gyulai polgárokat szolgáló önkormányzati munkát. A szombatesti városházi eseményen a Promecenatúra Urbis Gyula elismerő címet a CZ mérnöki, tanácsadó, lebonyolító és kivitelező iroda Kft. Ügyvezetője
Csipai Zoltán vehette át. Az estet Heinz Gábor koncertje tette teljessé. Hálaadó szentmisén emlékeztek vasárnap délelőtt a németvárosi Szent József templomban a szovjet kényszermunkára elhurcolt, többségében német származású gyulaiakra. A szentmisét Tapodi Krisztián káplán mutatta be. Aracki Anna egy túlélő naplójából olvasott fel részleteket. 1945. január 10-én délben egy több marhavagomból álló vasúti szerelvény indult el a Donyec-medencei szénbányák felé másfél ezer emberrel, köztük 550 gyulaival, fogalmazott Görgényi Ernő polgármester. 64 gyulai német sosem térhetett haza, ők az egykori lágerek mellett alusszák örök álmukat. A rendszerváltás óta nyilvánosan fejet hajthatunk az áldozatok szenvedéseire emlékezve, és a túlélést biztosító életerejüket, istenhitüket tisztelve, emelte ki a polgármester. Ma is ezt tesszük, kegyelettel emlékezünk rájuk. A templomi programok után a résztvevők az aportéri emlékműnél helyezték el a megemlékezés koszorúit. Egymás után három vígjátékkal kezdik 2024-et a Gyulai Várszínház. Január 23-án Edvard Elbi három magas nő című darabját láthatja a közönség a kamarában. Hegyi Barbara, Nagy Enikő és Marjai Virág karakterei eltérő életutakat mutatnak be, de egyszer csak kirajzolódik, hogy a három nő tulajdonképpen egy, és ami a szemük előtt pereg, az valójában egyetlen ember élettörténete. Vallomásaik során felidézik egész életüket. Február 2-án a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház előadása lesz látható, Jászd újra szem címmel. Woody Allen filmjének színpadi adaptációjában Ellen Félix, a filmkritikus egy vergődő és szenvedő elhagyott férj, és amíg ő látványosan belemerül bánatába, addig barátai minduntalan azon fáradoznak, hogy Ellen új társra lejjen. És ezzel megkezdődik a szünet nélküli randevúk sora, de ahelyett, hogy belejönne, idegességében végig mindegyiket elbaltázza. Február 23-án a Szexpedíció című vígjátékkal érkezik Gyulára Hegyi Barbara és Serej Zoltán. Elek Tibor kiemelte, márciusban és áprilisban is több korosztályt megszólító felolvasó estekkel és előadásokkal várják az érdeklődőket. Az igazgató elmondta, tavaly már elkezdődtek az idei nyári évad a munkálatok, de a forrást biztosító pályázatok még nem jelentek meg. Elek Tibor kiemelte, a zenei fesztiválok is teret kapnak idén. A tervek szerint egy Jimi Hendrix fesztivált is tartanak majd három fellépővel. Egy nap alatt 7 olyan bejelentés is érkezett a gyulai rendőrkapitányságra, amelyben az úgynevezett unokázós csalási módszerrel próbáltak meg pénzt kicsalni ismeretlenek. A hívások során ezúttal ügyvédnek adta ki magát a hívó, és azt mondta a főként idős embereknek, hogy az unokájuk vagy a gyermekük bajba került, vagy baleset érte, és sürgősen pénzre van szüksége. Az esetek kapcsán a rendőrség ismételten kéri, hogy ha bárki hasonló hívást kap ismeretlenektől, vagy akár úgy is, hogy családtagként, barátként, ismerősként, hatósági személyként, vagy akár orvosként mutatkozik be a hívó, és sürgősen pénzt kér, legyenek bizalmatlanok. Ilyenkor szakítsák meg a vonalat és hívják fel a rokonukat azon a telefonszámon, amelyiken máskor is beszélni szoktak. Győződjenek meg arról, hogy tényleg bajba került-e. Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót, és ne adjanak át pénzt, ékszereket, egyéb dolgokat. Idegen számlaszámra, névre ne utaljanak, ne küldjenek pénzt. A rendőri intézkedésre, segítségre van szükségük, hívják a nap 24 órájában ingyenesen elérhető 112-es számot. Megkezdődött a Nemzeti Diabétesz Stratégia kidolgozása. Lapszemle következik. Új stratégiát alkotnak. Magyarországon több mint 1.200.000 cukorbeteg él, írta közösségi oldalán Herceg Tamás országgyűlési képviselő. Az egyes vagy kettes típusú diabétesszel érintettek élethelyzetének könnyebbítétele rendkívül fontos. Ezért Magyarország kormánya megkezdte a Nemzeti Diabétesz Stratégia kidolgozását.
Új utak épülnek Mezőkovácsházán. Ismét egy sikeres projektről számolhattak be a délbékési településen, írta az Orosz Café. Egy pályázatnak köszönhetően több mint 2,7 km utat újítanak fel, valamint 63 méteren teljesen új útburkolat épül. Ünneplőbe öltöztette az úr. Halála után csak nem 50 évvel is friss virág volt György Pál Albert atya sírján, annyira tisztelték egykori hittanosai, írta a szegedcsanát.hu. A II. Világháborúban a szovjetek börtönbe zárták, mély hite és krisztusi elkötelezettsége miatt. Az ott elszenvedett kínzások miatt mindössze 33 évesen hunyt el. Újévi koncert Békésen. Két év kihagyás után a Békési Fúvós Zenekari Közhasznú Egyesület ismét megrendezte újévi koncertjét. A Békési Újság azt írta, a zenekar mostani repertoárjában elsősorban keringők, sok filmzene és mesezenék csendültek fel. Szerdán még hidegebb időre készülhetünk, csütörtökön viszont egy napra tavasz lesz. Péntektől újra visszatérnek a hajnali fagyok. Szerdán felhős lesz az ég, akár ónos eső is előfordulhat. Éjszaka mínusz 4 fokot, a kora délutáni órákban plusz 7 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön egynapos, jelentős enyhülés várható, csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet pedig plusz 7 és plusz 14 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Népszerű a katonai pálya. Rekordszámú önkéntes tartalékos kezdte meg az alapkiképzést Békés Csabán. Megkezdődött a nevezés. Idén is keresik a Gyulai Pálinka Fesztivál legjobb pálinkáit és párlatait. Felújítás a Csabai úton. Veres András az ittenit a város legrosszabb járda szakaszának nevezte. A román költőre emlékeztek. Mihály Eminescu alakját idézték fel hétfő délután. Hamis áru Gyulánál. Megbukott a pénzügyőri ellenőrzésen egy bolgár kamion. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!